A nyugati államoktól a V4 országokon át világszerte beszámoltak Orbán Viktor Tusnát fürdői beszédéről. Nem túlzás azt állítani, hogy a világ a magyar miniszterelnök szavaira figyelt a hétvégén. A legnagyobb sajtóvízhangja azoknak a gondolatoknak volt, amelyek az EU gyengélkedéséről, valamint az USA és Kína vetélkedéséről szóltak. A világ erő egyensúlya elmozdult, és ennek Súlyos következményeit nyögjük most. A világ és Magyarország helyzetét értékelte Orbán Viktor Szombaton fürdőn. A kormány fő egyebek mellett az Egyesült Államok és Kína közötti lehetséges konfliktusokról is beszélt. Idén is kiemelten foglalkozott a nemzetközi sajtó a több ezer ember előtt elmondott fürdői beszéddel. Az ismert francia Le Paris-en azt emelte ki, hogy Orbán Viktor tusványosi beszédében elutasította a migráción keresztül szervezett népességcserét. A Reuters arról írt, hogy a kormányfő elítélte a Föderatív Európai Uniót, illetve az offenzív LMBTQ ideológiát, és reményét fejezte ki, hogy a jövő évi EU-s választásokon megerősítik a szuverenista blokkot. A lengyel sajtó Orbán Viktor azon figyelmeztetését is kiemelte, hogy az unióból vagy birodalom lesz, vagy a nemzetek uniója. Az osztrák ORF beszámolója szerint a beszédben szó esett az EU gyengeségéről, Kína megerősödéséről, valamint a világ egyensúlytalanságáról. De ez csak néhány abból a számtalan írásból, amely Orbán Viktor beszédét elemezte világszerte. Gyakorlatilag az egész világ sajtó a magyar miniszterelnökre figyelt a hétvégén. Vezető angolszáz újságok és portálok, továbbá francia, portugál, osztrák, belga, lengyel, bolgár, román, horvát és török, de még indiai lapok is beszámoltak a Székelyföldön elhangzott beszédről. Két nap van az égen, és ennek a két napnak meg kell férnie. Orbán Viktor az egyetlen európai politikus, akinek lehetősége és képessége van, hogy reálisan és őszintén értékelje a világ politikai és gazdasági összefüggéseit. Erről Ifjabb Blomnici Zoltán beszélt a Kossuth Rádióban. A századvég tanácsadója szerint a kormányfő kimondta, amiről a színfalak mögött mindenki beszélt. Vagyis, hogy az Egyesült Államok dominanciájának vége. Egy olyan geopolitikai elemzés állt a beszéd középpontjában, ami a külpolitikát illeti, amely a realitásokat felvállalva, adott esetben konfliktusokat generálva, kimondta azt, amiről már a gazdasági, makrogazdasági térben, a piacok világában régóta beszélnek. Egy nagyon veszélyes, időszakba érkeztünk. Ugye, a miniszterelnök politikai igazgatója szerint az Egyesült Államok és Kína vetélkedése meghatározza a következő évtizedeket, Európának pedig közvetítenie kell. Orbán Balázs a kormányfő beszéde kapcsán kiemelte, fontos a szövetségkeresés. Nekünk fontos az, hogy az európai vitákban a magyar álláspontot nyilván nem egyedül, hanem szövetségi rendszerbe szerveződve, azt minél erősebben tudjuk képviselni. Ki kell tartanunk külpolitikai önállóságunk mellett szuverenitásunkat meg kell védeni, a vitákban elszántaknak kell lennünk. Szakértők és publicisták kiemelik, kevés más olyan politikus van Európában, akinek a szavaira figyelne a világsajtó, és még kevesebb olyan politikus van jelenleg, aki nemzetközi kitekintést tudna adni.